Átalakul a parkolási rendszer. A közösségi közlekedést támogatva segítik a lakóhelyük közelében parkolókat. Új gazdaságpolitika, munkáshitelről, család és lakhatási támogatásról is szól a nemzeti konzultáció. Bekapcsolódnának az értékláncba. Beszállítói fórumon keresték az üzleti lehetőségeket a multik és a KKV-k. Köszöntöm Önöket! Ez a DTV híradó november 19-én kedden. Már is jövünk a legfrissebb hírekkel. Ingyenessé tenni a város a fizetős zónákban élő debreceniek számára a parkolást. Az önkormányzat a parkolási rendszer teljes átalakítását tervezik két ütemben. Az első tarifa módosítások januártól lépnek érvénybe, júliustól pedig a jelenlegi övezetek helyett 5 zónára osztják a fizetős parkolási területeket. Az intézkedésektől azt várják, hogy megkönnyítsék a lakosok számára a parkolást a lakóhelyük közelében, és támogassák a közösségi közlekedés használatát. Sokan álltak meg délelőtt a Széchenyi utcai parkolóban. Itt januártól szombatonként ingyenes lesz a várakozás. Ez is része a parkolási rendszer átalakításának, amit két ütemben végez a város. Az új évtől megszűnik a lakóhely közelében érvényes 6000 forintos éves kedvezményes lakossági bérlet. A debreceniek ehelyett ingyen parkolhatnak az otthonuk közvetlen környezetében. A díjmentesség lakcímenként 2 személy egy-egy autójára vonatkozik. Más esetben a parkolóbérletek ára 16,9%-kal emelkedik. Ez a változtatások első üteme. A második intézkedés csomagot július 1-től vezetik be, ezzel teljesen átalakul majd a parkolási rendszer. Az eddigi övezetes parkolási rendszer az ugye át fog alakulni úgynevezett zónás parkolási rendszerré. Összesen 5 zónát fogunk kialakítani, és ezen belül, ugye, ami már említésre került, 7166 darab új parkoló kerül bevonásra. Az új rendszer területi alapon felosztott, átláthatóbb. Térképen mutatjuk, melyek lesznek a júliustól érvénybe lépő zónák. Ezek határain táblák lesznek rajtuk a legfontosabb információkkal. Ezzel egy időben a parkolójegyek ára 18,6%-kal emelkedik, kivéve a klinika parkolót. Aki bérletet vásárol, nem csak a saját zónájában, hanem minden további alacsonyabb besorulású zónában megállhat majd. Egy utcán belül mindkét oldalra azonos zónajelölés lesz érvényes. 10% kedvezménnyel vásárolhatja meg a felszíni parkolókra vonatkozó bérletét az, aki Debrecen városkártyával rendelkezik. Pap László polgármester arról beszélt, felhasználóbarát rendszert szeretnének kialakítani, ami csökkenti a belváros egyre növekvő forgalmi terhelését, és segíti a debreceniek parkolását a lakóhelyük közelében. Az elsődleges célunk, hogy megkönnyítsük és költségmentessé tegyük a fizető zónákban élő debreceni lakosok parkolását a lakóhelyük közelében. A második, hogy előmozdítsuk a helyközi közösségi közlekedés nagyobb kihasználtságát. A DV Parking a tervek szerint úgynevezett P+R parkolókat is kialakít a jövőben. Elektromos autóval a változtatások után csak a nagykörút által határolt 2. zónában lehet majd ingyenesen parkolni. A díjköteles időszak nem változik. A parkolási rendszer átalakításáról szóló előterjesztést november 28-ai ülésén tárgyalja a városi közgyűlés. A tervezett változtatásokról és kedvezményekről bővebben tájékozódhatnak a dehil.hu hírportálon. Az új gazdaságpolitikáról indított nemzeti konzultációt a kormány. A kérdőívet tartalmazó levelek kézbesítését már megkezdték. Fontos, hogy minél többen mondják el a véleményüket az egész országot érintő kérdésekről. Ezt mondta Pósán László, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője mai debreceni tájékoztatóján. Hazánk gazdasági semlegessége közvetítő szerepet jelent Kelet és Nyugat között, ami gyarapodást kínál Magyarország számára. Ezzel kapcsolatban több kérdésben is kikéri az emberek véleményét a nemzeti konzultáció, mondta Pósán László. A Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője hangsúlyozta, Brüsszel gazdasági hidegháborúra készül, ami az egész országot érinti, Debrecen pedig különösen. A keleti és a nyugati vállalatok közötti együttműködés az meg lenne hivatalosan és adminisztratív eszközökkel akadályozva, már pedig Debrecenben jelen van a BMW, de jelen vannak a kínai, koreai, tehát dél-kelet-ázsiai cégek is,
Sőt, ezek azért jöttek így össze, mert a technológiájuk egymásra épül. A nemzeti konzultáció a migrációval összefüggésben az Európai Bíróság által hazánkra kiszabott büntetésről és a fiataloknak szánt munkáshitelről is kikéri a magyar emberek véleményét. Emellett számos kérdés szól olyan lakossági és családtámogatások, adókedvezmények bevezetéséről, illetve fenntartásáról, amelyek egy részét Pósán László szerint ellenzi az Unió. Példaként a 13. havi nyugdíj elvételét említette. A másik, aminek Brüsszel követel, hogy a magyar családokra fordított pénzt, azt lehetőleg a migránsokra fordítsuk, fogadjunk be minél többet, és adjuk nekik oda. Mi azt gondoljuk, hogy ez így nem helyes. A kitöltött konzultációs íveket december 20-áig lehet postára adni. Emellett hamarosan online formában is megválaszolható lesz a nemzeti konzultáció 11 kérdése. A kínai és dél-koreai nagyvállalatok beruházásai a magyar emberek érdekét szolgálják. Erről beszélt Rétvári Bence a Közügy Extra című műsorunkban. A belügyminisztérium miniszterhelyettese a Fidesz-KDNP nemzeti konzultációs országjárása kapcsán érkezett Debrecenbe, ezután adott interjút televíziónknak. A gazdasági semlegesség fontosságára is felhívja a figyelmet a kormány az októberben meghirdetett nemzeti konzultációval. A kormánypontú tájékoztatása szerint ez az alapfeltétele a gazdasági növekedésnek. Rétvári Bence miniszterhelyettes a Debreceni Fórumon azt mondta, a brüsszeli szankciók kereskedelmi hidegháborúba kényszerítenék Magyarországot. Ez gazdasági elszigetelődést jelentene, és megakadályozná a kínai, dél-koreai és más nagyvállalatok betelepülését az országba. Kiemelte, hogy a szegedi BYD és a folyamatban lévő debreceni beruházások új munkahelyeket és magasabb béreket teremtenek, valamint növelnék az ország adóbevételét és gazdasági teljesítményét. A Rétvári Bencével készült teljes beszélgetés a Dehír YouTube csatornáján tekinthető meg. Ezek Magyarország érdekét szolgálják. Nyilván vannak fontos kritériumok, környezetvédelmi, munkavédelmi, más kritériumok, amiket mindenkinek be kell tartani, de ezeket betartja ugyanúgy egy nyugati vagy egy keleti vállalkozó, és Magyarországnak ezáltal előnyt hoz, akkor őket be kell engedni. A kis- és középvállalkozások piaci pozíciójának erősítését támogatta a ma rendezett beszállítói fórum. A város az EDC Debrecen segítségével harmadik alkalommal szervezte meg az eseményt. A fórumra több mint 170 cég képviselője regisztrált. Ezen a KKV-k lehetőséget kaptak egy rövid bemutatkozó beszélgetésre 14 helyi multinacionális vállalat képviselőjével. A cél, hogy minél több kis- és középvállalkozás kapcsolódjon be a nagyvállalati értékláncba. A város Magyarországon egyedülálló módon KKV-parkot alakított ki a helyi kis- és középvállalkozások számára. A déli gazdasági övezetben olyan ipari környezetben folytathatják tevékenységüket, ahol a multinacionális cégekkel azonos körülmények és feltételek mellett működhetnek. A nagyvállalatok és a KKV-k közötti együttműködés segíti a mai beszállítói fórum. A KKV-knak ez egy nagyon erős segítség, hogy személyesen tudunk találkozni ilyen beszállítókkal, lehetséges partnerekkel. Ugye nagyon nehéz bejutni egy-egy ilyen céghez, a kezdő belépés, hogy egy arcot lássál, az egy nagyon nehéz lépés, és ez a rendezvény segít ezt a lépést megugrani. Délelőtt finanszírozás és forrásteremtés témakörben hallgathattak előadásokat az érdeklődő cégek. Délután pedig bemutathatták vállalkozásukat 14 helyi nagyvállalat képviselőjének. Ugye mindig újabb és újabb debreceni nagyvállalatok jelentek meg, és a délutáni networkingeken ezekkel a cégekkel való kapcsolat az Intramar Kft. Tekintetében is pozitívan alakult. Gyakorlatilag elmondhatom, hogy mindegyikkel van valamilyen szintű beszállítói kapcsolat az utóbbi fél évben. A rendezvényt a város az EDC Debrecen segítségével immár harmadik alkalommal rendezte meg, ezúttal a Nagyerdei stadionban. A fórumra több mint 130 kis- és középvállalkozás, mintegy 170 képviselője regisztrált. A létszám tekintetében kétszer annyian vagyunk, mint a tavaszi eseményünkön, úgyhogy van jogosultság, hogy egy évben két alkalommal is megrendezzük ezt. Látszik, hogy igénylik a cégek, és hála Istennek nem csak a KKV oldalról, hanem a nagy cégek is folyamatosan nagy érdeklődése jönnek az eseményre, és az eddigiekhez képest a legnagyobb számban képviseltetik magukat. Pap László a rendezvényen úgy fogalmazott. A város gazdaságában a legbiztosabb pontot a KKV-k jelentik, akik egyben a stabilitását is adják.
A polgármester hangsúlyozta, a cél, hogy minél több kis és középvállalkozás bekapcsolódhasson a nagyvállalati értékláncba, mert a debreceni gazdaság a következő évtizedekben a magyar gazdaság motorja lesz. 2014 és 2020 között nagyon jelentős GINOV források elérésében segítettük ezt a szektort. Most pedig, amikor Debrecen egy gazdasági léptékváltás fázisában van, akkor azt a lehetőséget kell kialakítani, hogy a globálisan is jegyzett nagyipari szereplők és a helyi magyar családi vállalkozások egymásra találjanak. Ez a legfontosabb feladatunk a következő években. A KKV szektor Debrecen gazdasági teljesítményének csak nem a felét adja, és szerepe jelentős a foglalkoztatásban is. Ma kezdődött és december 15-ig tart a Szeretett Doboz adománygyűjtő kampány. A város legnagyobb jótékonysági akciójának célja, hogy egyetlen rászoruló sem maradjon az ünnepek alatt étel és ajándék nélkül. Tavaly Debrecenben 2200 csomagot tudtak kiosztani a felajánlásoknak köszönhetően. A szervezők idén is legalább ennyi nehéz körülmények között élő debreceni ünnepét szeretnék szebbé tenni. Sportegyesületek, cégek, oktatási intézmények is csatlakoztak tavaly a debreceni adománygyűjtéshez. Ahogy 2023-ban, úgy idén is bárki megtöltheti a szeretett dobozokat tartós élelmiszerekkel, tisztálkodási szerekkel és édességgel. Az adventi adománygyűjtő akció ebben az évben is széles körű összefogással valósul meg, amellyel Debrecen lelkiségében mutathat példát más településeknek, mondta Pap László polgármester. Akik anyagilag szűkölködnek, támogatást adhassunk a karácsonyra való felkészülésben. Úgy gondolom, hogy nem a maga az ajándék a legfontosabb, hanem az a belső indítatás, az a belső motiváció, amellyel azok, akik ezt megtehetik, gondolnak másokra is. Az összefogásnak talán ebben van a legnagyobb jelentősége. Az önkormányzat és a debreceni karitatív testület mellett a történelmi egyházak is újra az akció mellé álltak. Fekete Károly református püspök úgy fogalmazott, a cselekvő szeretet a kereszténység egyik legfontosabb üzenete. Szeretnénk tenni, és ebben az adventi időben megmutatni minél többeknek azt, hogy amit mi kaptunk Jézus Krisztuson keresztül a mennyei atyától, hiszen ő egyszülött fiát adta ezért a világért. Mi valami aprósággal szeretnénk kifejezni azt, hogy mi ezt tudjuk, értjük, és meg is tudjuk cselekedni. Az adománygyűjtés most indult, és december 15-ig tart, hogy az ünnepekig mindenki megkapja az adományt. A cél, hogy legalább annyi debreceni nagycsaládos és idős ember karácsonyát tegyék szépé, mint tavaly. Az idei év újdonsága, hogy a támogatottak is meglepetéssel készülnek a segítőknek. Egy finom süteménnyel az adventi gyertyagyújtások után várják ide az emlékkertbe, ami most ebben az évben adventi lélekkelté alakul a debreceneket, akkor én azt gondolom, hogy ez olyan megerősítő mind az adományozónak, mind az adományozottnak, hogy csak így érdemes. Az adventi lélektér részeként készül egy hatalmas bibliai témájú falfestmény is. Ennek első képe az első karácsony történetét meséli el. Szabó Magda emléke előtt tisztelegtek ma a debreceni református kollégium Dóczi gimnáziumának diákjai. A Kossuth-díjas írónő 17 éve hunyt el. Szabó Magda egykori alma máterének falain emléktábla is őrzi a debreceni írónő emlékét. Az iskola növendékei és tanárai rövid áhítattal kezdték megemlékezésüket, majd az ünnepség végén megkoszorúzták emléktábláját. Szabó Magda nevéhez olyan alkotások fűződnek, mint a régi módi történet, az ajtó, vagy éppen az Abigail. Utóbbi hamarosan szlovén fordításban is elérhető lesz. Ezeknek a műveknek a segítségével a külföldi olvasók is megismerkedhetnek Debrecennel, fogalmazott beszédében Puskás István. Az alpolgármester hozzátette, a debreceni identitás egyik legerőteljesebb megfogalmazása Szabó Magda, aki holtig hű maradt városához. Ezek a történetek, amelyek a könyveinek köszönhetően itt vannak velünk, nekünk is nagyon sokat tudnak abban segíteni, hogy megfogalmazzuk saját magunkat, megfogalmazzuk a közösségünkhöz, a városunkhoz való viszonyunkat, és ezáltal a nagyvilághoz való viszonyunkat. A Mozdulj Debrecen mozgalom nagyköveteként tevékenykedik ezentúl Kerekes Gréta. A többszörös országos bajnok, olimpikon gátfutó nemrég jelentette be visszavonulását az élsporttól. A párizsi olimpia után Kerekes Grétát beválasztották a Magyar Olimpiai Bizottság sportolói bizottságába. A gátfutó nem sokkal később Facebook oldalán jelentette be, hogy felhagy az élsporttal. A mozgás iránti elkötelezettsége azonban nem szűnt meg.
Ezentúl a Mozdulj Debrecen mozgalmat képviselve buzdít majd másokat sportolásra, és már részt is vett a mostani kiütőbajnokságon. Az olimpikon bemutató foglalkozásokat és motivációs beszélgetéseket fog tartani. Kerekes Gréta hangsúlyozta, a mai digitális világban különösen fontos, hogy legalább egy keveset mindenki mozogjon, ezért örül annak, hogy nagykövetként képviselheti a mozgalmat. A legvégén bukta el az MVFC Berettyóújfalu elleni vármegyei rangadót a Deaca Futsal NB1-ben. A debreceniek 2-1-es vereséget szenvedtek hétfő este a Desok csarnokban. Hazai szempontból indult jobban a meccs, a bátran játszó Deac az ellenfél védelmi hibáját kihasználva Francsú révén megszerezte a vezetést. A debreceniek azonban nem örülhettek sokáig az előnynek, a rivális még a szünet előtt egyenlített Ramics bombagoljával. A második félidőben fölényben játszott az esélyesebb MVFC, és végül egy perccel a lefújás előtt megszerezte a győztes gólt. Vereségével a Deac maradt a 10. helyen a tabellán. Az egyetemi csapat pénteken a lista vezető Haladás otthonában folytatja a bajnokságot. Ez volt a DTV híradó. További hírekért keressék fel a dehir.hu-t, de tartalmaink elérhetőek a közösségi média felületeinken is. Viszontlátásra!